tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeptember 5-e van, Lőrinc és Viktor névnapja. Énekeljük el a himnuszt. Igen, és hát innen akkor minden Lőrincnek és Viktornak, akik együtt ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot kívánunk, és a jövőre gazdagságot, a családnak egészséget, meg mindenféle jókat. Hát, bordbúzát, békességet. Bordbúzát és békességet, igen. Csak ne a mi pénzünkbe. Hát ez most mindenkinek az jut az eszébe, amit ugye az indulata jó vagy rossz indulata alapján, ugye? Na kérem szépen, Dévény István. Üdvözlet. Rejkert János. Nagy Isten. Konok Péter. És Balogh Gábor. Sziasztok. Fog válaszolni rögtön az első felvetésre. Remélem emlékeztek rá, amikor a Varjú László, a DK-s... László. László, igen. Ugye? Szerencsétlen húzták, vonták az MTV-nek a kövén, és aztán a bíróság kihozta, hogy ő volt a bűnös, és már nem emlékszem, hogy milyen retorzió érte őt. De azt hiszem jogerős az ítélet, hogy ő volt, aki erőszakkal lépett föl. Hát nem tudjuk, mi lesz. Donát Annával ma délelőtt rabosították, és még egy 2 évvel ezelőtti ügy előtt, amikor Iványi Gábor próbálta többet magával, a társaival együtt megvédni egyfajta navos vizsgálattól. Szóval 2 és 6 évig terjedő szabadságvesztés jár azért, amivel őt gyanúsítják, ez csoportosan elkövetett garázdaság. Hatóság ellen. Hatóság ellen, de még pluszba abban is, igen. Hát mi jut erről nektek eszetekbe? Észak-Korán kívül. Én kerestem, pont nagyon friss volt ez az információ, és a flasztert vettük fel, úgyhogy még nem találtam meg, de ti megtaláltátok már azt a videót, vagy azt a fotót, amin ez látható, hogy ugye valami olyasmi van, hogy ő a testével próbálja védeni a intézkedés alávonás elől, alól Iványi Gábor. Hát így közé áll, és a... Tehát maga a... Te láttad, igen? Péter? Igen, láttam, de még akkor láttam. De, tehát, hogy akkor jól emlékszem, hogy maga a... hivatalos személy elleni erőszak az, hogy akadályozza az intézkedésben. Tehát azért az nem egészen jogilag oké, csak közben meg azért mégsem az van, hogy ütötte vágta a rendőröket, igen, hanem... A tűsarkával beletaposott a tenkesnek. A NAV-kommandósokat. Igen. Ahogy Woody Allen mondtam, ugye, hogy az egyiket öklön vágtam az állammal, a másikat térden vertem a gyomrommal. Ugye? Mert kell ez a bajkeverő lipsi, balos, dollár politikus, nem? Kép. Mármint, hogy most ez így kell a Fidesznek, hogy mindig kell egy ellenség nyilván, vagy minél több ellenség van, annál jobb. Mármint a NER-nek. És hogy most így akkor a Donát Anna is megkapja magát. Nem mint félelmetes, hanem mint bajkeverő, mint aki a köztiszteletben álló hatósággal szemben. Igen. Igen, különös az a köztiszteletben álló hatósággal szemben. Tehát ennek mindig az az üzenete, hogy alapvetően, amikor katona voltam, akkor volt, hogy ez a parancs megfellebbezhetetlen, a bírálat, a tilos, ez volt az egyik alapja a szolgálati szabályzatnak. Tehát az az üzenet, hogy a hatóság, mint olyan, az sérthetetlen. És bármit csinálsz tulajdonképpen, bármit, akár passzívan ellenállsz is, akkor tulajdonképpen akadályozod, igen, a munkáját, akadályozod a nagyobb közjónak a végrehajtását. Na most, hogy egyrészt belenézhetünk persze abból, hogy mi a nagyobb közjó, most nagyobb közjó volt-e az a Iványival szemben ilyen NAV kipakolósdi, ellenőrzősdi, másrészt pedig mondjuk persze elvileg ugye az lenne a történet, hogy nem mérlegelhetünk mi ilyenkor, mi állampolgárok, hiszen a hatóság az hatóság, jó napot kívánok, igaza van. Én nem szeretem ezt a fajta ilyen whataboutizmus, de hogyha a hatóság, az állam meg úgy általában úgy működik, hogy mondjam, ezt a fajta ilyen kvázi tiszteletadás, vagy nem is tudom, állampolgári alávetődést ezt kiérdemli, ezek nagyon hülye szavak, mert ráadásul egy spekulációs univerzumban dolgozunk, akkor még azt is mondhatja az ember, hogy igen, sőt, ez annak a jó példája, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, még egy parlamenti képviselőre, vagy egy európai parlamenti képviselőre is, egy politikusra is, ennek így kell lennie. Na de hát azért eléggé egyértelmű ebben az esetben is, meg azért volt már pár ilyen eset, nem csak a Varjúé, hanem ott volt a Fekete Győr, amikor nem tudom, eldobott valami, igen, füstbombát, igen, vagy valami hasonló, meg volt egy csomó, ami azért tényleg azt mondta, hogy egyszerűen arról van szó, hogy bebizonyítani nekünk, hogy mi senkik vagyunk, még akkor is senkik vagyunk egyébként, hogyha valamilyen módon nevünk van, valamilyen módon szereplők vagyunk ebben az egész történetben, és ők minden.
Hát, nincs más célja. Igen, ez egy, ugye ez a jogalkalmazásnak egy olyan határterülete, ami mindig csepp folyós marad. Ugye itt arról beszélünk végeredményben, hogy az intézkedés alá vont személynek nincs joga intézkedés közben felülbírálni azt, ami ő vele történik. Teszem azt, agyonverik félig, utána panaszt tehet, előtte meg alatta nem. Ugye ez a kisarkító, ez a jogszabály, és hát legyünk őszinték, számos eset van, amikor az ember megérti a rendőrt, mert mit tudom én, egy fékevesztett garázdával szemben jár el. Tehát sokszor értjük azt, vagy gondolhatjuk azt, hogy a rendőrnek, tehát az intézménynek, a hatóságnak igaza van és kénytelen cselekedni. Itt az igazi erkölcsi értelme, az igazi bűnös az, aki ezt az abszurd helyzetet létrehozta, konkrétan a magyar kormányzat, amelyik úgy döntött, hogy Iványi Gábort és az egyházát tönkreteszi, kiéhezteti, elpusztítja. Ennek a folyamatnak ez, amiről beszélgetünk, csak egy picike szelete. Tehát most kimutathatja a törvény meg a bíróság, hogy Donát Anna bűnös, mert nem tudom, pontosan tényleg nem tudom, hogy ő Iványi Gábor tolta bele a pénzügyőrök sorfalába, vagy ő maga átadó, hogy az Iványit ne tapossák ki a pénzügyőrök, nem is lényeges szerintem. Tehát ez, ha ezzel lovagunk, akkor csak elveszünk a részletekben, és a fától nem látjuk az erdőt. A probléma az, hogy Iványi Gábornak az egyházát így intézték el. Egyébként azon is el lehet gondolkozni, hogy ez az ügy ugye nem most volt, hanem sok, tehát két éve, ugye, tehát sok-sok hónapja, miért most kellett ezt idáig futtatni, hogy ebből most legyen valamilyen eljárás. Tehát amit én már ennél az asztalnál számtalanszor elmondtam, hogy mindenkinek jogában áll, igen, a másik nem, de hogy mindenkinek, tehát alkotmányos joga mindenkinek, hogy ügyében észszerű határidőn belül szülessék ítélet. Tehát az, hogy a Donát Anna két éve ezt a tulajdonképpen bizonyos értelme Pityaner dolgot csinálta, senkinek karcolás nem esett, senkin. Tehát, ugye ez nem egy nagy ügy, azt most kell megtárgyalni. Hát ezt egy héttel később is meg lehetett volna tárgyalni, és ilyenkor jut eszembe ugye a szegény Árpád hídon elgázolt biciklista tavaly nyáron, akinek az ügyébe 14-15 hónapja nem történik semmi. Tehát így Magyarországon ez nem jogállam. Tehát ha ez olyan nagy probléma volt, akkor ezt egy héttel később már meg lehetett volna beszélni, be lehetett volna hívni Donát Annát, rabosítani lehetett volna, és így tovább. Hogy ezt most kell csinálni. Mentelmi joga volt, ugye ez fontos, amit az Európai Parlament nem adott ki. Tehát ugye nem is nagyon tudták volna ezt az eljárást tovább vinni, ameddig ő az Európai Parlament tagja volt. Hát igen, amit mondtál, hogy igen, elvéletleg milyen szép az, hogy a parlamenti, vagy európai parlamenti képviselőre is vonatkozik a törvény. Az ilyen ügyekről azért nekem mindig eszembe jut, és aztán már, ha nem is hát az asztalnál, de ebben a műsorban már nem először idézem szerintem, és azóta sem tudom pontosan, és ezt szégyeggel látod, hogy Hugo Chávez vagy Evo Morales mondta, de valamelyik a kettő közül, hogy... Jó ember mind a kettő. Igen, és nagyon jó példa arra is, amiben lassan élünk. Szóval azt mondta valamelyik amerikai jó elvtárs, hogy barátaimnak, bármit ellenségeimnek a törvényt. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog ilyen szempontból. Tehát nem feltétlenül látjuk azt egy csomó esetben, most ebben az ügyben szerintem maga a vádemelés is szerintem abszurd, legalábbis maga a vád, de erre majd visszatérek. De itt igazából arról van szó, hogy ha valami törvénysértés legyen, az valóban akár komoly korrupciós ügy, bármi, követel ellenzéki politikus, akkor egyébként nagyon helyesen megmozdulnak az igazságszolgáltatás gépezetei, és malmai gyorsan őrölni kezdenek, vagy legalábbis hatékonyan. És aztán... Nem minden esetben, azért ezt akkor, is tegyük hozzá, akkor, amikor ez nincs összefonódva valamilyen nincs, egyéb érdekkel. Így van, persze, de akkor meg már... Amikor például akar statuálódni. De az a lényeg, hogy közben meg azt látjuk, hogy a barátaimnak pedig a mindent elve azért az érvényesül, tehát látjuk azt, hogy aki kormány közeli, az mindent és annak az ellenkezőjét is gyakorlatilag megteheti. Egy-egy olyan kivételtől eltekintve, amikor valamiért kikerül a Pixisből, és pont az előző műsorban beszélgettük egy ilyen úriemberről, aki jól kikerült a Pixisből, aztán most már halászani. Viszont akkor azt körbe is hordozzák, mint a véres zászlót, hogy nálunk igazság van, mi a sajátjainkra is lesújtunk. Ami magánt ezt a sztorit illeti, hogy itt most hatóság elleni erőszak, vagy valami akadályoztatás, ez 2 és 6 év közötti letöltendőt érhet. Nem láttam a vádiratot, mert ha láttam volna, akkor sem lennék jogász, de azt azért lehet tudni, hogy most azon túl, hogy a hatalomnak
érdeke, vagy miért érdeke az, hogy egy európai parlamentbe sem bejutott párt volt elnökét meghurcolják, az egy námra nehezen dekódolható dolog. De az viszont szerintem egyértelmű, hogy a magyar jogalkalmazásban az ilyen ügyek, tehát bármikor, amikor egy méternél közelebb kerülsz bármilyen milyen rendezvényen egy rendőrhöz, és csúnyán nézel rá, vagy csak az orr alatt el mormogsz valami csúnyát, vagy esetleg megdobod egy ceruzával, vagy nem tudom, akkor biztos lesz benne, hogy hihetetlen súlyos büntetést fogsz kapni. Ez egy nagyon régi magyar jogalkalmazási szokás, ezt szerintem még a Kádár rendszerből jól meg is örököltük, és azóta nem nagyon változott. Emlékezzünk, hogy a legnagyobb közhelyet említsem, azért mondjuk 2006-ban én biztos, hogy jó néhány alkalommal akadályoztam a hatóságok intézkedését, már csak puszta jelenlétemmel is, mert túl sokan voltunk ahhoz, hogy ők intézkedjenek megfelelően, ahogy szerettek volna. És akkor emlékszünk olyan esetekre, amikor olyan embereket vittek be, akik ott sem voltak, vagy ha ott voltak, akkor 5 méterrel arrébb volt, a rendőr rámutatott, és akkor gyakorlatilag ezt az ügyészség úgy fogadta el, mint egy tényt, és mint ki is a vajban ment végig az ügyészségen, a vádemelésig egy ilyen eljárás, aztán őrületet szerencsétlen a másodfokon igazságot szolgáltattak neki. Tehát nem új a történet, aki egyébként Magyarországon rendszeresen meccsekre jár, az is tapasztalhatja egyébként azt, hogy milyen könnyű a hivatalos személy elleni erőszak vádjába esni, akár egy rossz mozdulattal, vagy egy rossz szóval is. Úgyhogy ilyen szempontból az átlag, nem hogy egy európai parlamenti képviselő, egy átlagember is bármikor ki van téve ennek, ez nem is biztos, sőt biztos vagyok benne, hogy ez nem nervfüggő vagy hatalomfüggő, ez egy régi történet. Ez már nagyon régen így van. Az, hogy a NER az ügyészséget, hát látjuk, hogy gyakorlatilag kézi vezérli, az nyilván egy újabb bukét ad minden hát ilyen ügynek. Hát azért ez itt a lényeg. Tehát ez a mondat, amit mondtál szerintem. Így van, tehát a kettő együtt itt ugye nyilván arról van, hogy van egy ellenzéki politikus, azt mindig jó megszivatni, valóban ez a Balhés-Lipsi kép, ez amúgy jól jön. És plusz egyébként van egy olyan jogalkalmazási gyakorlat, amely eleve egy rendőr állítását, hát egy ilyen kérdéses helyzetben gyakorlatilag tényként fogadja el, aztán legfeljebb abban reménykedhet a vádlott, hogy a bíróság valamelyik videó alapján talán valahogy kétségbe vonja a rendőr állítását, vagy nem. Tehát erre is érvetek a van. Szóval ez egy kiterjedtebb probléma. Pusztán annál, hogy most egy ellenzéki politikus meghurcolja. Sokkal kiterjedtebb probléma, mert alapvetően mindannyian, mint állampolgárok folyamatosan a hatóságok működését kvázi akadályozzuk. Tehát utasként a MÁV működését akadályozzuk. Nem tudom, bármilyen funkciónkban, ha elmegyek a boltba, akkor nyilván a bolt működését akadályozom. Ugye az egészséges erotikában volt, amikor azt mondja a Lada gyár igazgató, hogy jó kis gyár lenne, ez csak ladák ne lennének. Szóval mi vagyunk a ladák ilyen értelemben, akadályozunk. Nehéz velünk. Én megértem őket egyébként, hogy ezért bosszúsak. Nekem az a... Vagy témát váltottunk? Nem, csak nekem az a kérdés, hogy miért most? Tehát, hogy Nem volt. Ez egy sztori, és akkor ott van előtte ugye a Horváth Csabáéknak a előrángatása, ja. Az Óbudai sztori, a Kislászlóéknak a története, hogy még az is lehet, hogy az ott mind megáll például azokban az ügyekben a vád. De hogy miért most hirtelen így ezek előkerülnek? És én valamiféle proaktivitást látok ebben a Fidesz részéről. Hát nem lehet, hogy kezdik el érezni, hogy egyre nagyobb a szar. Egyrészt, másrészt meg és hogy kellenek ezek a... Mert nekik most ugye Magyar Péterrel kéne küzdeni ezerrel. Nem igazán ez történik, mert Lázárot kakaskodik vele, de azért a Fidesz nyilvánosság nincs az összes ágyújával Magyar Péterre ráfordítva, hanem így vannak ilyen ezek az ügyek, amik azt mutatják, hogy az ellenzék az egy ilyen gonosz, csaló, erőszakos, tolva és a többi társaság. Tehát nekem ez nem egészen áll össze, hogy itt most csomó, akkor is akar lenni a Rogáni irány. Csomó dologban látszik, hogy itt most recsegnek, ropognak dolgok. Én jósolni nem akarok, mert 2 éve jósoltam meg utoljára, hogy most akára az éjséglázadásra. Jó, mellé fogtam. Hát mellé fogtam, mert úgy látszik a tűrőképességünk egy kicsit úgy általánosan társadalmi értelemben véve erőteljesebb. És igen, egyébként a propaganda is ilyen szempontból ügyesebb volt, de ez most más kérdés. Most tényleg azt látom, vagy nem más kérdés, azért mondom, jósolni nem akarok, de valahogy ez az egész utóbbi 2-3 hónapnak az érzülete azért az, hogy vannak konkrét ilyen anyagi, most az anyagit nem pénzügyileg értem, hanem húsba vágó botrányok,
problémák, lényegében folyamatosan röhögnek és bosszankodnak az emberek a Fideszen, és akkor kell egy ilyen kvázi elterelő hadműveletet indítani, sokat egyébként, tehát működtetni kell ezt a rágógumigépezetet, ezért húznak elő ilyen PTA-ner ügyeket is szerintem, mert hát ugye ez a Donát Annaféle történet, ez egyértelműen egy PTA-ner ügy. Nyilvánvalóan nem fog egyébként börtönbüntetést kapni, tehát ez szerintem egy kicsit erőteljes túlzás lenne, ilyenkor fenyegeti, azért a büntető tételez, lehet meg az lehet, ez megint más kérdés, de hogy így, egyszerűen öntik ránk most ezeket a marhaságokat. Én utálom ezt a szót, hogy gumicsont, nem is használom, mert szerintem a gumicsontban is mindig benne van a rendszer. Tehát, hogy mit ad fel gumicsontnak, mit használ, az is nagyon jellemző arra, hogy a NER működik. Például, ahogy ezt beadja, de hogy én szerintem ez is terelés, és van még egy csomó ilyen dolog, mert ugye nem járnak a vonatok, mert az állatkertben hőgutát kapnak az orángutánok, mert tényleg egészen elképesztő léptékű, és egészen elképesztő spektrumnak tűnik az, ahogy most ez elkezdett így minden ízében, porcikájában talán rezegni. Nagyon sokáig elrezeket. Igen, mert most nem az van, hogy egy-egy társadalmi réteget éri, vagy jól körülhatárolható csoportokat, hanem ezek most így összeértek. A MÁV-nak az összeomlása, az egészségügynek az állapota. Ami mennyiszer beszéltünk már erről is, ez valahol olyan szomorú, hogy egy Magyar Péterre van szükség ahhoz, hogy valami, ha nem is történik, de legalább bekerüljön valamilyen szinten a Fidesz politikai nyilvánosságába is ez a történet. A iskolakezdésnek a botrányai, arról a mobiltelefonos történet, beszélünk. A hűség az is szóra. Jó, a Pista szokta használni, mondjuk én is használtam az előbb, nem akarok majd bedobni egy témát, és meg kellett nézni. A hatóságokat. Van itt egy dobozó? A Madách gimnázium igazgatójának példáján már azért lefordítom, tehát hogy már kezdek azért idomulni a rendszerhez. Szóval, hogy most így mindenkit érintő, vagy nagyon sokakat érintő, nagyon súlyos problémák vannak egyszerre, miközben a gazdaság, hát csúnyán fogalmazva, földbe van állva. Az viszont arról meg megint mi tehetünk, mert nem fogyasztunk eleget, hát azért ezt ne felejtsük. Azt pontosan tudom, hogy mi vagyunk a hibásak, de hogy... Ez rám nem igaz. Hogy nincs a gazdaságban most már semmi, amit a Fidesz bele tudna tenni abba, hogy, ezt nem is tudom, ki szoktam mondani, talán te, de nem biztos, hogy csöpögtetni a népnek is, valami kis morzsát mindig dobni a népnek is. Teszik a fincsit a néppel, mondtam. Oké, akkor úgy, de hogy nincs, mert elfogyott. Hát ugye Tölgyesi Péter beszélt abban a kétórás interjúban, hogy a magyar sztori az ilyen 4-5%-os folyamatos gazdasági növekedésre van, mármint a NER-nek a működése kitalálva, felépítve, felhúzva. Ehhez képest azt látjuk, hogy még a kettő sem nagyon van meg. És ráadásul a legfontosabb ágazatok hasalnak leginkább a padlón. Tehát, hogy itt most tényleg baj van. Mármint, hogy a Fidesznek ezzel most itt valamit kezdenek el, ebbe aztán még belőtt Magyar Péter is, és akkor most van egy olyan helyzet, ami eddig nem volt. Tehát ez most tényleg egy olyan, ami eddig még nem állt össze. Ilyen nem volt még. Mondjuk szerintem mint Magyar sajtó. Péter pont azért jött be, hogy szintén tereljen, úgyhogy ebben nem értünk egyet. Mint sajtóval foglalkozó emberek arra is gondolhatunk szerintem, hogy amit tökéletesen összefoglaltál, hogy a kormánynak nincsen jó híre. Tehát nem tud jó hírt mondani a Fidesz propaganda, mert sehova, bárhova nyúl, csak rossz hírt tud mondani. Ezért kell csinálni olyan híreket, amik nem nekik kellemetlenek, hanem valaki másnak. És mivel ugye gondoljunk arra, hogy a legfontosabb közvélemény befolyásoló eszköz, ugye hírek egy perceben, a foci meccs szünetében. Az egyperces hírekben nem mondhatják azt, hogy nem megy a vasút, ki kell rúgni a tanárokat, nem működik a műtét. Donát Annát rabosították. Hiszen már most egy percben lehet mondani, Donát Annát rabosítottuk, nem tudom én kit. Azért kitartik az hírek egy percben. Nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a headline az a fontos. Tehát miről szól a híradó? Erről a három dologról. Utána már ugye a nézők kétharmada leválik, mert a hosszabb szöveg nem is érdekli, és a végére, ahol esetleg egy-két valamit bemenéz, meg a Déli Kronikát, 26 percnél kezdődik az első valóságos információ, addig propaganda volt. Vannak jó hírek, nézd meg a KSH jelentéseit, például a magyar fizetésekről, meg a egy magyar háztartások megtakarításáról. Nagyon jó hír, én nagyon-nagyon örültem. Hát aztán elrontják a GDP-vel a hangulatot. Aztán elrontják, de a GDP-t ki a francia értik. Az én hangulatomat az a hó elejéig, meg a hó végéig, amikor megnézem, hogy mennyi érkezett, és mennyi maradt a bankszámlámon, de azt el a hangulatomat igazából. De én mindig megnézem a KSH-t, és akkor rendbe jövök. Kedves nézők, maga
halnak hisz, amit a Baksi szemével lát, meg a sütött fülével a hal. Nem hisz maga, ami nagy céljaink igazságában. A kedves néző le tudja ellenőrizni, amit a Janó mondott, mert ugye most csütörtök kora délután van, és akkor önök, mikor ezt látják, addigra már láthatták a csütörtök esti híradókat, hogy tényleg így lett, ahogy a Janó mondta. Miközben azért így bedobom a témának, hogy az bezeg nem ért el senkinek az inger küszöbét, hogy a semmiből föltűnt egy drága honfitársunk, aki rögtön a világ 36. leggazdagabb embere lett. Itt egyetlen egy hatóság sem vizsgálódik. Még akkor is, hogyha ez vélhetően valamilyen állampapírcsalás, Brazíliába köthető állampapírcsalás, de azért tényleg, azért ennek így utána lehet menni. És nincsenek jó hírek, azt mondjátok, hogy nincsenek jó hírek. Szárnyal a gazdaság. Ilyen gazdag magyarok vannak, nem? Mint a Lőrinc is, aki gazdag, mint a Mick Jagger. Csapataink kiegyenesítették a harcvonalat Kolozsvár térségében. Ja. Gyerekek, nem volt benne a hírben, de így bedobom, nem biztos olyan hosszan kell róla beszélni. Van egy Asif Kapadia nevű Oscar-díjas rendező, aki dokumentumfilmes, az Amy Winehouse-ról, Maradonáról, a Sennáról csinált, vagy ismertek a, nem tudom, hogy melyikért kapta az Oscar-díjat, és most csinált egy újabb filmet, ami látványosan keveri a 2073 a címe, és keveri a dokumentumot a sci-fivel, vagy a jövőben játszódó dolgokkal, és megnevezi a föld elpusztításáért felelős diktátorokat, és képzeljétek, benne van Orbán Viktor is. Na, tessék. Hát akkor ez valami Soros is tagas. Hát hogy benne van ebben a... De bocs, de ez egy simán hülyeség. Orbán Viktor nem tudja elpusztítani a bolygót. De nem, hát azok között, a diktátorok között van, mint Putyin, Trump, stb. Egyébként kéne ismerni a sztorit, az asszásnak a sztoriát, hogy miért pusztul el 2073-ban. Lehet, hogy a sztori szerint Orbán fölrobbant egy apokó. Mondjuk én simán el tudom képzelni, hogy a Magyar Propaganda Minisztérium egy bizonyos összeget rááldozott arra, hogy nehogy már Básti Altár szart érjen. Tehát van egy film, ahol egy csomó fontos diktátor azért azt tisztázzuk, hogy ennek a hírnek az a valódi hírértéke, hogy most 2024. szeptemberben a mainstream világsajtóban Orbánt körülbelül ide helyezik. Tehát független attól, hogy a közmédia mit hazudik Orbán Viktornak a nemzetközi tekintélyéről, jó tudni, hogy valójában ez róla leszűrt kép a világ sajtóban és a világ döntéshozói között. Igen, de hogyha mondjuk egy papír sajtóban képzeljük el, tudom, hogy már nem igen van papír sajtó, akkor a mainstream média valóban világszerte ilyen képet sugall róla a hatodik oldalon. Tehát azért nem ritkán kerül vezércikre, hogy a földet elpusztító. Azért jó a tisztában vagyunk vele, hogy a miniszterelnök úr csak itt ezen a 93.000 négyzetkilométeren Isten, máshol nem annak nézik. Igen, hát sőt, hát szóval... ugye ezt mondjuk idevehetjük, hogy ugye komolyan fölmerült az EU-ban egyes politikusok részéről, hogy a Schengen övezetből Magyarországot ki kéne zárni. Hát ez mind az orbáni külpolitikának köszönhető. Olyan, és ennek a történetnek nincs vége, mert ennek még 4,5 éve van ennek a parlamentnek. Ugye az a tény is egyébként, hogy a magyar sajtó, egyébként itt az ellenzéki sajtó elmarasztalása, amit én most mondok, ugye, hogy a szeptemberben esedékes külügyminiszteri találkozót mégis Brüsszelben tartották meg, és tulajdonképpen ez úgy nagyjából el is került az egész magyar közvélemény figyelmét, hogy mégsem voltak hajlandók eljönni Budapestre a külügyminiszterek. Ez is üzenet. Jó, vonattal kellett volna jönni. Az, hogy a miniszterelnök úr nagyon gáz. Elindultak azóta is, keresik őket valahol. Mostanában, valami pozsonynál látták. Ne haragudjatok, gondoljatok bele, hogy a 6 hónapos Európai Uniós elnökségünkből elment 2,5 hónap ma holnap, ugye úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem csináltunk, és az, hogy Orbán Viktor az Európai Unió Soros elnökségét adó Magyarország vezetője, ez az első 2 heti cirkusz óta már is lekerült a napirendről. Igen. Senki nem hajlandó emlékezni. Hát akkor erre beszéljünk erről a gazdasági helyzetről, amit ugye Tölgyesi Péter is említ, hogy szerinte most ez a Fidesz vesztét okozhatja, és ma pedig Matolcsi György mondta, hogy
ha rossz vonatra szállunk föl, akkor nem lesz egyetlen állomás se, ahol le akarunk szállni. Főleg, ha nem indul a vonalon. Ja, az meg még tegyük hozzá. Most itt belegondolok, ez mennyire hibás, nem? A MÁV működésének dimenziójában. Felszállsz egy rossz vonatra, simán kiköthet a te jó állomásodat. Ki tudja, hová van. Én értem, hogy mit akart Matolcs úr mondani. Ugye azt mondta, ez komoly. Nem mindig lehet érteni. Ez egy merész kijelentés, hogy te éppen érted, hogy Matolcs úr mit akart. De tök jó, Matolcsinak a NERT püfölő elemzései, csak nehéz elfelejteni, hogy Matolcsi György mondja. Hát igen. Aki itt a illiberális és unortodox gazdaságpolitikának az atya, és mennyi mindent köszönhetünk neki, de persze, meg figyeljünk oda rá, csak meg hirtelen ilyenkor eszembe jut mindig az a, hát azt mondták, hogy pletyka, hogy ő ott szúrt el, hogy örökkön-örökké, mármint a NERT-rel együtt örökkön-örökké nemzeti bankelnök akart lenni, és hogy ez nem tetszett Orbán Viktornak, és onnan indult ő személyes konfliktusuk, ami most odaért véget, hogy gyakorlatilag minden megszólalásával lesz még belőle ellenzéki ikon. De most ez hogy van? Egy közösségi bank elnökét azt mennyi időre választják? 7 évre, kétszer, tehát 2x7 évet abszolvál. És ő hogy áll most a Matolcsi? Hát a vége felé, a jövőre jár le a másik mondat. Nem sokára szabadul. Szabadul. Jó, a gyerekeknek nem lesz több bútor megbízás, vagy ilyen bútor készítés. Még van ideje rá, valamikor visszaesik a családi élet. Nincs az, hogy sokat elvárunk, hogy nem hajlandó megjelenni a nyilvánosság előtt. Már egyébként én nem akarom a Matolcsit védeni, de még nemzetgazdasági miniszter volt, amikor Szél Kálmán terv címén azért. Tehát ő neki volt egy olyan terve, amit akkor Orbánnal el is fogadtatott, ami aztán nem lett megvalósítva. Mondjuk a Magyarországon a gazdasági tervek jelentős hányada igazándiból papírtigris mindig, tehát még az 5 éves terveket se csinálták meg, pedig akkor aztán keményen tervgazdaságban. Tehát ugye nem lett belőle semmi. Az, hogy olyan a jogrend, és Matolcsnak olyan volt az erkölcse, hogy a Nemzeti Bank vagyonát, hogy elveszítette közpénz jellegét, ugye, azért is azt ugye ő végül is egyelőre ugye minden izé nélkül megúszta, és büszkén... Sőt, semmi nincs belőle, én mehet, semmi nincs. Nem is nagyon hallunk ezekről az alapítványokról. De hát itt 100 milliárdokról van szó, amit azért egyszer jó volna megbeszélni. Egyébként maga az eredeti kérdéshez is azt szólják még hozzá nagyon röviden. Tulajdonképpen ott tartunk, hogy a történelem tanulsága szerint a konjunkturális korszakok olyanok, hogy minden klappból összeillik, és ettől minden mindig jobban megy. A dekonjunktúrális korszakokban pontosan fordítva van, mindig mindenből a rossz valósul meg. Magyarország most egy ilyen pályára került, és ami a nagy baj, hogy valóban az egész Európai Unió is szenved, meg a világgazdaságnak is vannak problémái. De a magyar gazdaság és társadalom összes problémája most a negatívumokat erősíti. Tehát le a kalappal bárki előtt, akárki lenne kormányon, ha kezelni tudna a létező problémákat. A mostani kormány viszont azért bűnös extrán, mert még csak bevallani se hajlandó, hogy mekkora bajok vannak, hanem helyette össze-vissza hazudnak. Például azt ugye, hogy szíveskedjetek fogyasztani, magyarok. Amikor mindenki, aki látja a számokat, pontosan tudja, hogy a magyar lakosság egyik fele nagy kanállal fogyaszt, mert most már a 2 millió forintos fizetés se hallatlan. Tehát a 700 ezeres átlagbér az úgy jön ki, hogy viszont magyar lakosság egy jelentős hányada meg a létminimumra valót se keresi meg. De a problémát úgy oldották meg, hogy a létminimum fogalmát kitörölték a közbeszédből. Tehát nem tudjuk, mennyi a létminimum, nem is létezik, állítólag mindenki jól él, és akkor jön egy hülye pénzügyi vezetés között, fogyasszál többet. Hát érted, erre 1,5 millió magyar azt feleti, hogy szívesen fogyasztanék én többet, de nem tudok annyit sem, mennyi kellene. Hát annak idején, amikor a hadikommunizmus láthatóan megbukóban volt már, akkor meghirdette a szovjet kommunista párt az új gazdaságpolitikát, ez volt a NEP, és akkor Buhari nevtárs kiadta a proletariátusnak, mint jelszó, hogy gazdagodjatok. És aztán a proletariátus, hát ez a passzott gazdagodni, mert ugye nem volt neki miből. Voltak, akik gazdagodtak, akik be voltak kötve ebbe az egészben, a NEP-menek, nevezhetjük őket NERMENEK-nek. Volt egy réteg, amelyiknek sikerült gazdagodni, a proletariátus meg engedetlen volt. Nem gazdagodott, engedetlen volt, kapott gulágot. Nem gazdagodtatok, mentek a gulágra dolgozni. Egy kicsit ugyanez van, és egy kicsit azért van, jó, gulág még nincsen, nem ezt akarom mondani, hanem de igény az van rá, a logikában Péter. Gondolkodunk, hogy ez egy kvázi olyan állam, ami különféle társadalmi rétegek, az országot alkotó lakosság valamiféle kompromisszumát alkotja, és vannak feladatai, amelyeket el kell látni, hogy ezt a társadalmat valamilyen szempontból működtesse, menedzselje, ezeket a forrásokat biztosítsa, akkor
egy abszurditást látunk. Hogyha viszont annak látjuk a NER-t, ami, és én állandóan ezt a metaforát szoktam felhozni, egy ilyen külszíni bányavállalatot, ami egyszerűen zöldmezős beruházásként megkapott egy területet, azt lerabolja, majd továbbáll, tehát egy ilyen nomadizáló kapitalista cégként képzeljük olyan, el. Mint az őserdő kiírtója. Így van, akkor ilyen értelemben nem nagyon csodálkozhatunk azon, hogy mi történik. Elmennek a falig, a falon túl is van valami, tehát bár ők ezer éves birodalomról beszélnek, és amikor szónoklatokat tartanak, akkor hatalmas konstrukciókat és szellemi irányzatokat nagy és gondolatokat vázolnak fel egy freskóra, de valójában ők mindig a következő napot, a következő hetet, max a következő hónapot akarják valamilyen módon túlélni, miközben egyébként, ha én most oknyomozó újságíró lennék, egészen biztos erre vetném rá, hogy folynak innen a tőke kimenekítések. Mert miközben a, hogy mondjam, szerintem már tényleg a lúzer neresek, azok most elkezdenek tülekedni a kastélyokért, amit nem lehet elvinni ám, hogyha megy a repülőgép, a közben a rendes neresek, azok egyszerűen csak, mármint az okosabb neresek, azok számítógépes jeleket küldözgetnek egy Kajmán-szigeteki másik szerverre, és ott mentik ki a vagyonukat. Szóval én úgy gondolom, hogy igen, egy kicsit leszálló ágban vagyunk, hogyha mondjuk a Róma alkonyáról olvasunk klasszikus műveket, mondjuk Gibbont, ha már adjuk a majmokat, mindegy. Ezt az érzületet fogjuk belőle megkapni. Jó, ez rossz beszólás volt, bocsánat. A hőmutás. Ráfogik a hőmutás. Nagyon sziporkázol, Péter. Már egyébként meg kipihentem magam, és itt a légkonditert. Ez mégse egy tanterem, hogy itt 35 fokba üljünk. Kapott a nyakába egy megfelelő csinton a Sándor például. Tűnt könnyű. Szerintem egy nagyon fontos megállapodás. Ilyen csöndbe meg, Masanyi. Van egy nagyon fontos mondata a Tölgyesinek, ami még... ez egy ilyen dupla meg tripla fedelű mondat, érdemes kicsit jobban belenézni annak a mélyére. Ugye azt mondja, azt te is említetted, hogy bizonyos százalékú, bizonyos mértékű gazdasági növekedés kell ahhoz, hogy a rendszer fölmaradjon. És hogy miért? Persze a jó gazdasági növekedés minden rendszernek fontos, de itt nem csak erről van szó, itt arról van szó, hogy ugye alapvetően ennek a rendszernek, a közhelyet mondok, a reálbérek növekedése, ami egy időben valóban tapasztalható volt, ez volt a legfontosabb alapkövet. Tehát ez az, amiért az emberek rengeteg mindent eltűrtek ennek a rendszernek, és itt most direkt nem megyek bele abba, hogy mi történt az alkotmányossággal, mi történt a jogállamisággal, még abba sem akarok belemenni, hogy mi történt korrupciós témában. Gondoljunk arra, hogy mi történt a magyar állammal. Tehát a magyar állam az gyakorlatilag évtizedek óta egyre rosszabbul működik. És a recept, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy egy szarul működő államban vannak, amelyik folyton cserben hagyja őket, ez most már nagyon régóta az a recept, hogy a mindenkori kormány, emlékezzünk a 2002-es MSZP-s választási jelszóra, amelyel választást nyert, több pénzt az embereknek, odaadták az embereknek, vagy az önkormányzatoknak, és azt mondták, hogy na drága szíveim, ezt lehetőleg költsétek el valamire, vegyetek belőle valami szépet, tudod, mint amikor a gróf úr a szeretőjének oda egy 100 pengőst. Ez történt, hogy vegyetek belőle valami szépet, vagy vegyétek meg azt a szolgáltatást, amelyet az állam már nem biztosít nektek, lásd egészségügy, oktatás, nem folytatom. Tehát a magyar állam szar működése akkor kezded igazán kidomborodni, amikor elkezd elfogyni a zseton, a konkrét KP, amit a gazdasági növekedés lehetővé tesz, hogy bepumpálja az emberek zsebébe, és amikor ez már nincs, akkor az emberek jobban körülnéznek, hogy hát basszusa, nekem most nincs pénzem az állami egészségügy, vagy a magánegészségügy, elmegyek az államiba. És akkor látom igazán, hogy mi történik ott. Illetve nyilván az ilyen problémáknak van egy sajátossága, amiről annak idején még Orbán Viktor beszélt 2010 előtt, aki arról beszélt, hogy az akkor, mit tudom én, volt ez ilyen 2006 körül, amikor a balliberális kormányzat borzasztóan stabilnak tűnt, és akkor ugye volt ez a híres beszéde, amelyben így tagoltan elmondta, hogy be fog szakadni. Hogy annyira rossz a politika, annyira hazugságra épül, annyira fals, hogy be fog szakadni. Na most valóban ezeknek a jelenségeknek van egy ilyen dinamikája, hogy általában megsűrűsödnek ezek a problémák, és akkor be fog szakadni. Hát most éppen azt látjuk, nem a rendszer szakad be, az a baj, hogy a rendszer egyre nem látom, hogy beszakadna, de a magyar állam lassan igen, tehát hogy olyan alapvető funkcióit nem látja el a magyar állam, amiről érted, egy éve nem gondoltuk volna, hogy nem tudja ellátni, hogy a MÁV ilyen szinten nem fog tudni működni, hogy az egészségügyben ilyen szintű problémák lesznek, és a többi, hogy az oktatásban arról beszélünk, hogy a
mobilok maradhatnak-e vagy sem, miközben tesi tanárok tanítanak fizikát és a többi. Ezért beszélünk a mobilról. Ezért beszélünk a mobilról, persze, de ettől még ugye a testtanár fizikát tanít, és ez ettől még ultragáz, és ettől ez még jelzi, hogy a magyar állam nem látja az alapvető funkcióit, csak mondom, ezek akkor válnak igazán feltűnővé az emberek számára, amikor a vegyél valami szépet borítékba csúsztatott pénz, az nincs. És szerintem 2008-9 is erről szólt, és most tartunk valami hasonló felé. Meg most már se boríték nincs, se mire költeni ilyen értelemben nincs. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, kétféle állam van. Az egyik az, amelyik mondjuk nevezzük liberális államnak, amelyik viszonylag alacsonyan tartja az adókat, nyomja a szabad versenyt, ilyen értelemben próbálja ezt az egészet működtetni. A másik a vegyél valami szépet kormány. Az én szívem ez közelebb áll egy szociáldemokrata kormányzat, amely magasan tartja az adókat, és ezért komoly állami szolgáltatásokat nyújt. Csak az két. Hát itt viszont létezett annak idején a konvergencia elmélet, hogy kapitalizmus és szocializmus majd összenő, és mind a kettőből a legjobbakat örökölve egy csodálatos rendszer fog létrejönni. Hát ez működött, csak mind a kettő a legrosszabbakat örökölte. Itt ülünk a két állam elképzelés konvergenciájában, ahol tulajdonképpen én az anarista mondom, hogy hiányolom az államot, mint olyat. Hiányolom aktort, mert az állam iszonyatos magas adókat, elsődlegesen egyébként a lakosságot sújtó adók a nagyon magasak, ugye nem akarok itt az ÁFA-val jönni, de általában a munkaerőt sújtó adók, minden. Ezek elképesztőek, tehát Skandinávnál jóval nagyobb lépték, annál talán nem, de majdnem akkora adók, és ehhez képest egy ilyen minimalista, überneoliberális állam van, már nem szövegben, hanem gyakorlatban, ami semmit nem szolgáltat most már. Én attól tartok, meg, ha már a Csintalan Sándor székében ülök, hogy ha abba belegondoltok, hogy amikor működött ez a történet, tehát volt akkor a gazdasági növekedés, hogy ezt a 100 pengőt oda tudják tolni a népnek, akkor is már azt játszották, hogy folyamatosan ellenségképeket kreáltak, sőt, nem csak kreáltak, hanem valós személyekből, csoportokból csináltak ellenséget, mert az mindig kellett, az mindig része volt a Fidesz politikájának is, meg kommunikációjának is, meg a kettő küvéjének is, hogy most, amikor baj van, és már nem tudnak pénzt adni, akkor mi történik majd, és valahol lehet, hogy itt kezdődik ez a Donát Annás történet is, hogy akkor aztán tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, és itt van nekünk ez a szuverenitásvédelmi hivatal, ami egyelőre csak röhögünk, hogy ez egy fogatlan oroszlán, azt majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Tehát, hogy én ettől félek, mert az, hogy a Fidesz valaha is szembenézne azzal, hogy neki át kell adni a kormányzást, azt most már nem tudom elképzelni. Nem magát, hogy átadja, egyáltalán, hogy eljusson de oda. Mit a szuverenitásvédelmi hivatal egyébként nem fogatlan oroszlán, hanem tulajdonképpen a szuverenitási hivatallal prezentálták nekünk a fogat, és majd meglátjuk, milyen oroszlánt növelnek köré. Tehát itt a fogas szerintem előbb van, mint ez a metafora nem helyt el, de minden kettőtök összeadszak hozzá. Amit te vázoltál, István, arra nekem az a mese jutott eszembe, hogy a farkas kiáltó fiú. Amikor jönni fog a farkas, akkor már nem hisznek neki. Tehát, hogy a kormány annyi ellenséget kreált már, amelyik tulajdonképpen nem volt, hogy amikor tényleg lesz egy ellensége az országnak, akkor azzal már nem fognak tudni az emberek. Mire gondolsz? Én pont arra gondolok, hogy nincs ellensége, hanem hogyha eddig is ezt játszották, akkor majd... A farkas kiáltó fiú. Érted? De azt addigra értem, eljátszák a magyar társadalomban az önvédelmi reflexét teszik tönkre a magyar társadalomban. De én azt gondolom, hogy lesz az országnak egy ellensége, akivel szemben, és akkor az nem, nép majd azt hisz, hogy he-he-he, mire az ellenség, nem tudom, mit csinál az országgal, hanem azt mondom, hogy ha boldog békeidőkben is egy gonosz játékot játszanak, akkor vérzivataros szar időkben mit fognak játszani? Hát láttunk, de még durvább lesz, meg még, hát de hogy ez hol érhet véget? De ezt Sanyi megmondta már 4 évvel ezelőtt. Hagyd ma még a hadreagáljak. Ez konkrétumokban, hogy fog kinézni. Persze. Még amit Péter mondott az előbb arról nekem, a már ilyen liberális, meg szociáldemokrat államképeket hoztál, akkor megszólal belőlem a keresztény társadalmi tanítás. Tulajdonképpen annyit akartam mondani, hogy ennek az egésznek azért bármi hihetetlen erkölcsi vetületei vannak, sőt, erkölcsi alapjai kellene, hogy legyenek. Ugye a Szénai Városházán ott van az a gyönyörű kép, a jó kormányzás, meg a rossz kormányzás. Ugye, tehát a jó kormányzás, az erkölcsös kormányzók kellenek, és ez az ország jelenleg azért kilátástalan helyzetben van, illetve azért van kilátástalan helyzetben, mert rendkívül erkölcstelen kormánya van, és ami a nagyon szomorú, hogy ez egyáltalán nem zavarja a népet. És ezt látom a dolgok végső okának.
Ezzelőtt a Tasó képviselő úr. Melyik? Melyik megnyilvánulása? Ne, a mostani, hogy egyszer csak találtak az erdejében, nem tudom hány kilométer futópályát. Az ő erdejében. Kiment és lábja éjszaka nőtt egy futópályát. És akkor mit tudom, fölvett rá valami őrületes összeget, amit most már vissza kell fizetnie. Mert hát nem sikerült neki. Ugye, hogy van független igazság? És morálisra. Ez csak annyit tenni. Na jó, de ez annyira gyökér, bazdmeg, hogy... Már bocsánat, hogy... Sanyéknél kirándulók mindenfét ott hagynak a erdőbe. Én csak annyit tennék hozzá egyébként, hogyha a Fidesz figyelmesen követte a saját hatalomra kerülését, meg az elődeinek a bukását, akkor egyébként egyáltalán nem biztos, hogy olyan jó módszer az, hogy különféle ellenségképeket kreálsz, meg riogatsz. Hát azért emlékezhetek vissza, a Gyurcsányékat sem mentették meg, az ilyen fantomszlovák terroristák, meg az erdőben robbangató gyerekek, akikről aztán ilyen rémséges felvételeket tettek közzé, meg a magyarok nyilai, meg semmi. Tehát ott is volt ellenségkép, és nem volt ekkora gépezet hozzá, mert akkor nem olyan profin csinálták. Nem olyan profin csinálták, mert éppen akkor találták ki. Meg annyira nem szállták meg azért a még lelkes amatőrök voltak a meg. Az akkor egy innováció volt, akkor még a totyogó kisgyermek volt ez az egész elképzelés, hogyan lehet a magyar társadalmat ilyen ellenségképzésekre rákondicionálni, akkor nem működött. Én elfogadom azt, hogy ez az elmúlt 14 év tapasztalata szerint persze sokkal jobban működött, meg hatalmas gépezet van rá, de én szerintem, amikor nyakig ér a trutymó, meg szájig, akkor ez nem fog működni. De meg fogja próbálni működtetni, és ez benne az így. A Gyurcsányék félelemben teljesen igazad van, hát nem ők találták fel ez ősrégi dolog, de a Gyurcsányék féle ez ilyen anekdotikus volt. Tehát ők tényleg meséket mondtak, és megmutattak ilyen kis mesefigurákat, akiket nagyjából felsoroltál, meg egyebeket is, mint ellenséget. A Fidesz ellenségkép képzésének viszont az üzenete, és ez egy kicsit aggasztóbb szerintem társadalomnak, hogy bárki bármikor lehet ellenség. Az ellenség ködös, meg akár egy személyben is megjeleníthető, ugye lász Soros, vagy mit tudom én, de hogy alapvetően arról szól, hogy tulajdonképpen nem is az, hogy te is lehetsz ellenség. Milyen magadban nézel, és ez már egyébként a Lukácsi történet, hogy nézzen ki ott az utcára, ők a gyanúsítottak, aki itt van, az már vádlott. Tehát, hogy ha milyen magadban nézel, valahol is ellenség vagy. Lapozzunk. Telefon mizéria. Ugye nem szereti a Péter a gumicsont szót, és tényleg én is kezdem unni. Meg tényleg sokan úgy is ítélték meg, ugye a magyar társadalom 70-valahány százaléka úgy érzi, hogy tényleg nem kell a gyerekeknek bevinni a telefont a suliba. Mondja a nézőpont, ez igaz. Még rosszabb volt, hogy a Kincs nevű bohózat, ez a Kopmária Intézet a népesedésére, családok. Ugye ezzel kitalálták, mindig hagyatása, hogy a megkérdezettek 96%-a szerint nem jó, hogy a gyerekeknek van mobiltelefonja. Ja, de a megkérdezettek a Fidesz székházban voltak. Megkérdezettek 96%-a a gyerekének mobiltelefonja. Na, ezt akartam mondani, pontosan, amit Péter mondott, hogy ezek a mondva csinált ostobasságok, ezek a közvéleménykutatásnak beállított baromságok, ezek pontosan ilyenek, így működnek. Visszatérve az eredeti problémához, én azért látom vérlázítónak a történeteket, mert egy, a tanárokat hülyének nézik, tehát szervesen, rendszeresen, ez a kormányzati alaphelyzet. Ennek az az oka, és most jön a nagyon szomorú dolog, hogy a valójában, tehát ugye a tanárok meg az iskák már régen szabályozták elsőprő többségünkben, hogy a gyerekek hogyan, miként bánjanak a mobiltelefonjukkal iskolaidőben, tehát ezt nem kellett volna föltalálni. De ugye amikor ebből lett a botrány, akkor előállt a minisztérium azzal a hajmeresztő rendelte, hogy majd előírják a tanároknak, hogy mikor használhatják a mobiltelefont, ami pontosan szerintem ez a meghosszabbítjuk bicskéig logikával történt. És várom azt a miniszteri rendeletet, amelyik ezentúl majd rögzíti, hogy a tanárok csak szünetben mehetnek vécére. Mert az lesz a következő, mert nem Pista, bírják abba hagyni. Apuka. Pista, légy szíves. Tehát nem tudom, a gyerekek mit mondtak otthon? Hát mivel a nagyobbik most egyetemre ment. Ott ez nem. Igen, illetve nem annyira fideszes, valamilyen okból kifolyólag ezért mit mondott volna.
ez egy, mondom, most már sokadik műsorban beszélünk róla, de nekem ez egy nagyon összetett történet, mert mint, egyébként van bennem, furcsa mondom, most jövök rá, ellenségkép képzés is klasszikus fideszes módon, a diákok. Az a diák, aki nem figyel oda, és ugye a boomer generáció számára ilyen érthetetlen módon megmerítkezik a telefonjába, és ki se jön belőle soha, össze-vissza. Igen, van egy ilyen hangulat a dolognak, és itt a propaganda, meg aztán a fideszes nyilvánosság pont ezt játszotta. Egy kicsit a tanároknak is oda szúr, mert miért nem tudnak rendet tartani a teremben, hiszen a szülő ugye azért adja be a gyerekét oda, hogy rendben legyen tartva és izé legyen. De a furcsasága mégis az, hogy közben a szülőknek is egy jelentős része egyetért ezzel, pont ezért tudja elfogadni ezt az új, nem olyan élesen körülírt ellenségképet, de azért mégis egy picikét, és még ami durvább, hogy a pedagógusoknak egy része is teljes mértékben egyetért ezzel, és az egészben az a legrosszabb, és itt válik aztán végképp ilyen zavaros történetté, vagy hát nem tudom, hogy zavarossá-e, hogy közben meg ott van az alapja, hogy egyébként ez probléma. Tehát olyan ezt akartam kérdezni, hogy mit mond a gyerek, olyan, igen, azt mondta, hogy ha olyan a tantárgy, tehát mondjuk nem a legkedveltebb tantárgyak egyike, igen. És mondjuk egy idős pedagógus, aki már kiégett és pont tele van a húszak, hogy azzal, hogy neki ott kell még 3 évig tanítani azt a tantárgyat, ami szememmel láthatóan nem érdekel egyetlen diákot sem, tehát az óra, a tanóra az olyan lesz, amilyen, akkor igen, akkor kütyűztek. Na most, és akkor de nekem itt mellé bejön egy olyan probléma is, hogy egyébként meg amit a Fidesz összehozott nemzeti alaptanterv címen, azzal a pedagógusok, még a legjobb pedagógusok is valami nehezen tudnák, hogyha szigorúan ragaszkodnának hozzá, fenntartani a figyelmet, mert halott tudás, száraz anyag, halmazokat kellene a gyerekek fejébe beletolni. Iszonyatosan elvult módszerekkel, igen. Ahelyett, hogy egyébként pont, mint a Madácsban, és hogy Madácsban ugye azért lett ebből kicsit hangosabb botrány, mint bárhol máshol, egyetlen botrány, mint bárhol máshol, mert hogy a Madács meg deklaráltan a mobil eszközöknek a használata felé tolta a tananyagot és a diákokat is. Tehát ugye ott már dolgozatokat írtak a mobiltelefonon, ott egy csomó kommunikáció, óra, és a többi, Ugye ott azért okozott, és azért lettek ők úgymond itten a zászló vivői a nem létező engedetlenségnek. Szóval, hogy ez egy ilyen létező problémára adott, fideszes propaganda válasz, de közben a problémával meg kellene valamit kezdeni, de közben a probléma létrejöttében a Fidesz vastagon benne van persze. Tehát, hogy ilyen... ilyen szempontból tényleg mondod, hogy nem szeretem a gumicsontot, ez a legtisztább gumicsont abból a szempontból, hogy egyrészt van egy létező probléma, a létező problémának a feltupírozása Fidesz módon, tehát igen, nagyjából egyetértek azzal, azon kívül még van ennek egy csomó vetülete, tehát például az, hogy ennek a generációnak akármit is csinálunk már a telefon valamilyen módon az identitása, tehát amikor le kell adni azt a telefont, amit egyébként most beszéljünk arról, hogy csak a szünetekben használnának leginkább kommunikációra és az egymással való kommunikációra, mi ezen megdöbbenhetünk, minden generáció meg szokott döbbenni az előző generáción, nem biztos, hogy nekem ez esztétikailag például bejön, de ez egy működő dolog, amiről nem lehetem tudomást venni. Tehát ez egy eléggé durva ütés a fiatalok felé, eléggé durva ütés a tanárok felé, stb. Igen, a társadalom egy része tolerálja, sőt, aláveti, vagy azt tapsol neki. Szerintem egyébként ez jóval kisebb rész, mint amit a Nézőpont intézet mér, de sokan csak azért mondják, hogy nem, mert Dafke, mert a Fidesz, de ugyanakkor viszont nagyobb átfogó problémákról tereli el a közoktatásban a figyelmet, ilyen értelemben gumicsolt. Igen, például, amit a NAT-ról mondtál, igen, amit azért az elmúlt években láttunk, hogy mi folyik ott, mert arról beszélünk most, hogy egy hülye rendelkezés értelmében be kell rakni a telefonokat a dobozba. Két nagyon lényeges szempontot azért muszáj kimondanom. Az első, hogy tessék tudomásul venni, hogy a tanárok a magyar társadalomban utált szakmát visznek, a magyar emberek javarésze utálja a tanárokat, tehát egy negatív. Ez nem hiszem, de ez így, de ez így. Nem hiszem. Én ezt nem magamtól mondom, ezt a tanártársadalom pontosan tudja és érzi. A másik, ami ennél még sokkal fontosabb, hogy a nem egészen 8 millió magyar választó, tehát most tényleg csak a politikai vetületét nézzük, a nem egészen 8 millió magyar választóban kb. 4,5 milliónak semmi köze az iskolához. Nincs gyereke, nincs unokája, nem járt, ő maga évtizedek óta nem járt iskolába, nem tudja, mi van ott.
az egészhez nincs köze. És ők a címzettjei ennek a történetnek politikai értelemben, hogy lám-lám a jó kormány rendet rakott az iskolába, ahol a hülye tanárok. És erre rá van ültetve, erre a logikára ez a sztori, ehhez kellett a második belügyminiszteri rendelet, mert a tanárok is csúnyán mobiloznak, stb. És ez hozta a Fidesznek a népszerűséget, tehát ez hozta a Fidesznek, biztos vagyok benne, hogy bemérik. Az, hogy a gyerekeknek rossz, az iskolának rossz, az nem érdekli őket, a gyerek nem szavaz, a tanárok vannak 140 ezeren, nem tetszik nekik, nem érdekes, a 7 millió választóban 4,5 millió úgyse érti a problémát, nincs hozzá közel. Igen, csak ebbe a körtáncba, amit a Fidesz általában elkezd táncolni, egy okos ellenzék hagyná, hogy így magába táncolgasson, és akkor kézen fogja azt a 2 millió embert, akit nek bármit be tud adni, vagy másfél milliót. A magyar ellenzék és az ellenzéki közvélemény jelentősen beáll ebbe a körtáncba, és velük együtt révül, csak mást ordít. Itt most ebből sokan egy ilyen szabadságharcos kérdést csináltak, miközben egyébként, ahogy mondtad, az iskolák jelentős részében ez ma már korlátozva van, alapból korlátozva van, tehát nem vették el a diákok nagy részének semmilyen jogát, nincs már rég joguk ahhoz, hogy az órán mobilozzanak. Egyébként akkor sincs joguk, ha nem veszik el tőlük, mert egyébként amikor az órán lebuksz azzal, hogy mobiltelefon van, de elveszik a mobiltelefonodat, hogyha ott izélgeted. Ma ugyan elvették tőlünk a levelezésünket, meg minden szart, amivel ugyanúgy megpróbáltuk elütni az időt, amikor untuk az órát. Már azért szabadott tollat vinni az iskolába. Ez igaz. Ha úgy veszed, akkor igaz. Én életem legelső sajtótermékét egyébként azt unalmas órákon raktuk össze, valahol a Kretén és a Morbid magazin közötti színvonalat képviselő kis fanzint csináltunk a barátaimmal, ezt órákon csináltuk, egyébként elvették tőlünk, és aztán 2 hétig rettegtünk, hogy nem olvassák el, mert kirúgtak volna felér. De az a lényeg, hogy akkor is volt ilyen, tehát ez egy örök probléma, de mondom, ezzel már rég reagált az oktatási intézmények döntő többsége, és valamilyen formában rég le van korlátozva ez a jog. Itt ennek a történetnek, még ha magát a történetet nem tekintem valamiféle gumicsontnak, pedig igen, egyébként én is tudom, sokkal fontosabb gondok is vannak ennél, de akkor is valójában a történet veleje az, hogy egy nem törvénysértést elkövetett, ez a lényeg, egy olyan igazgatót, aki élt törvényben garantált jogával, azért rúgna ki, mert a statuálás a lényeg apuka, ugye, ahogy a taluban elhangzik. Hát szerintem a történetnek ez a lényege, és ebben most hagyd dicsérjek meg egy ellenzéki politikust, aztán majd úgyis bekommentelnek, hogy amúgy meg 20 év a barátom, mindegy, de a Stummer Jánosnak volt egy nagyon jó, most momentumos politikus a srác, és nagyon okosan leírta, hogy különféle üzeneteket helyeztek el a suli ajtajában a tüntetők, vagy a BM bejáratán, és azt mondta, hogy ő egyikben sem olvasta azt, hogy kérik vissza a telefonjaikat. Tehát, hogy ő azt olvasta, hogy miért kell kirúgni ezt az igazgatót, és miért van ilyen önkény. De miközben azért ennek a tüntetésnek a szervezői azért majd 3-szor elmondták a tüntetés közben, hogy mindenki megy elő a mobilját, csak azért is. Megint rosszra hegyezték ki. Ki nem szarja el a mobilokat? Kirúgtak egy embert, vagy nem kirúgtak, leváltottak, mindegy, elmozdítottak a pozíciójából, mert elmerte mondani, hogy egy betarthatatlan, és egyébként az oktatáspolitika 160 ezer problémája között jelentéktelen jogszabályt, ő be fog tartani, csak nem úgy. És ezért rúgták ki. Nem úgy betartania, mert a kiskapu az nyitva állt a jogszabályban. Ez az egészben, hogy ő nem tagadta végre. Azért várjuk, egy dolog fontos, mert teljesen igazad van, amit mondasz. Egy dolgot leszámított, tehát itt nem arra van kiegyezve szerintem adott esetben, hogy az órán nem használhatják a pad alatt csetelésre, hanem hogy a szünetekben például nem lehet náluk, amikor ők a társadalmi életüket élnék például, vagy igazából a szünet arra szól, hogy az, mi WC-re jártunk cigarettázni, hát ők most akkor mobilozni fognak a WC-re járni, mert az lesz tilos. Persze. Mert egyébként azért a gyerekek nagy része le fog adni valami régi szarmobil. Hogy lesz az iPhone. Hát arról nem beszélve, hogy kiesik ebből az úgynevezett szociális életükből, ugye 5-6 óra, azt majd utána fogják bepótolni, azt meg a családtól veszi el majd ez az egész, de szerintem, és ez nem teljesen... Péter, te jutott eszembe, hogy a jogszabályt elolvastam, a jogszabály szerint reggel kötelező volna elvenni a diákoktól a cigarettát is, senkinek eszébe sem jutott, szóba sem hozni a problémát, hogyha a gimnazista vagy a szakmunkás képzős 16-17 éves gyerek cigarettát visz az iskolába, hogy ezt el kéne venni tőle. A jogszabályban benne van, de ez nem jutott eszébe számon kérni a miniszternek.
Na jó, hát akkor ennyit a telefonokról. Van még, mondom mennyi. Hát 5 percünk van. Szijjártó Péter külügyminiszter. Mindig így, már jól indul. Már jól indul. Sokadszor jelenik meg játszószedben, vagy hogy mondta magáról, játszóruhában? Játszóruhában, ami aztán ugye később kiderült, hogy egy éjszakai felvétel, ahol nem hivatalosan fogadták, csak természetesen a bahreini kormány részéről kimentek elé a reptéren, és akkor úgy tűnik, mintha még ez is beleférne, de vajon belefér-e szerintetek? A magasról leszarom. Ezt a kérdést megmondom őszintén. Átadom a szót. Miért tette ki? Egyetlen kérdésem van. Szerintem semmi baj nincs azzal, ha valaki 46 fokban megérkezik felőlem, aztán fürdőruhában is lehet. Ha nem hivatalos a fogadás, akkor azt csinál, amit akar. Miért tette ki az oldalára? Tehát itt valami, ez inkább bénaság, vagy én nem tudom, hogy ki gondolta, hogy ez mekkora ötlet, hogy ráadásul még ordít az ellentmondás is, hogy ott van egy ilyen burnuszos faszi. Ja. Igen, egyenruhában. Tehát mindenki talpig felöltözve, erre a külügyminiszter úrunk, meg ugye hát a kis játszójába. Ez engem inkább, mint egy ilyen szakmai baki mulattat, hogy lehetek ennyire amatőrök. Amúgy én ezen nem, mondjuk nem pörögnék annyit. Nekem sokkal jobb problémáim vannak azzal, amit Szijjártó Péter öltönnyakkendőben szokott mondani. Egyébként szerintem pont emiatt történik baki, hogy nyilván nem Szijjártó Péter kezeli a saját közösségi oldalát, vagy közösségi felületeit, hanem valamelyik lelkes munkatársnak így megtetszett ez a lazasság. Ja. Hogy bánt a mi Péter. De már sokadszor volt, tehát volt már ebből azért így duma, és... Hát volt már egy-két ilyen úgy, hogy akkor megint megtetszett, vagy akkor szándékos? Nem. Egyetlen komoly hibát követhetett volna el, hogyha a slimfit nadrágban is hatalmas fehér edzőcipőben megy, mert akkor az mindenkinek feltűnt volna, hogy a másik Péterre akar hasonlítani. Most ő volt laza. De egyébként vicces lett volna, hogy ő van burnuszba. De egyébként a kollégám azzal rakta, az a pénz. Kollégám azzal rakta ki ezt a fotót, hogy azt írta felé, hogy íme a magyar külügy irányítója. Vagy a magyar külpolitika irányítója. Én meg odaírtam el, hogy de melyik. Annyira jól néznek ki ott, hogy pont ez a videó. Lényegesen fontos. Ja, hát ezt kíváncsi. Akkor van még mindig 3 perc. Ugye Orbán Viktornak itt lennének közfeladatai az EU-ban. Erre nincs itthon egy hónapja, meg sehol. A másik hanem... dolog, amit magasról leszarogsz. Szerintem nekem nem hiányzott. Én csak itt próbálkozom, hogy... Azért nem azért annyit. Az Orbán esetében azért emlékeztetnék rá, hogy minden választás... Tehát a választási kampányba beleáll, utána elmegy egy hónapra pihenni. Tehát azért nézze, miniszterelnöknek lenni nagyon fárasztó dolog. 15 éve már annyira fárasztó, hogy már más országban nem is engednék. Tehát én nem csodálkozom, hogy elment pihenni. Jobb lenne, ha felhagyna ezzel a munkakörrel, és keresne valami nyugdíjas elfoglaltságot, mert már rég túl van azon, ami emberileg vállalható terhelés. Abba kéne hagynia. Hát sajnálom, egyszerűen túl nem van tudja. Azon. De ő nem lehet tudja. Ezt csak... abszolút megértem, hogy egy hónapot pihennie azt kell. Azt kéred a hőrcsöktől, hogy ne legyen mérges. Nem. A természetében benne van. Fizetjük neki, pontja nyaralás, ki nem menne a... Gyerekek, eljük. Végre egy ilyen, nem úgy kell rátok kiabálnom, hogy hagyjuk abba, jó? Ja, itt van az új magyar hang, ezt mindenképpen el kell mondanom. Van benne egy nagy interjú Vitézi Dáviddal, úgyhogy nem véletlenül van itt félig meddig mávos egyenruhában Lázár János. A vasút. És ez nem félig meddig, ez teljesen mávos egyenruhában. De ez nem, egy kicsit elegánsnak találom, nem? Ez szerintem ez egy Armani öltöny, csak ráizéltük a mávos feliratot. Tehát, nem hiszem, hogy a mávos átlagember ilyen. Ahogy az ennyire jól állnánk. Ez az állomás főnöki ünnepi egyenruha, amit akkor vesznek fel, hogyha egy vonat pontosan érkezik. Vele az a baj, hogy sapka van rajta, a Szijjártó nincs sapka. Hát nem lehet nektek meg. Ilyenek vagytok. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket, viszlát a jövő héten.